A kőleves Magyar népmese Egyszer régen egy szegény falusi legény elhatározta, hogy vándorútra indul. Ment, mendegélt napokon át, még egyszer csak nagyon megéhezett. Mivel úti tarisznyájában már nem talált egy morzsányit sem a hazai cipóból, elhatározta, hogy betér a közeli faluba, majd csak akad valaki, aki megkínálja egy kis melegétellel csak hogy ebben a faluban egyetlen jó szívű ember sem lakott. Ha nem látnak vendégül sehol, mondotta a legény az utolsó ház gazdájának, majd főzök magamnak kőlevest. Elcsodálkozott ezen a gazda, és csak hamar híre terjedt, hogy a messziről jött vándor kőlevest akar főzni. A nagy csodára nevetve futottak össze az emberek. Hoztak a falu edényt, a szegény vándorlegény pedig megtöltötte vízzel, és beletette a követ. Megengedné valaki, hogy a fazakat rátegyem a tűz helyére? Persze, hogy megengedték, mert nagyon kíváncsiak voltak, mivel kőlevesről még egyikük sem hallott. Amint a víz forni kezdett, így szólt a vándor. Egy kanál zsírral micsoda pompás illata lenne? hoztak neki zsírt három kanállal is. Mint hogy a víz már javában fort, egyre türelmetlenebbül várta a falunépe, hogy mi lesz. A legény megkóstolta a levest, és így szólt. Pompás, csak egy kicsit sótlan, jó volna egy kevéske só. Hoztak sót több marékkal. A legény megkavarta a levest, és újból megízlelte. Ha most egy kevés káposzta is volna benne, nincs ember, aki meg ne nyalná mind a tíz ujját utána. Erre az egyik asszony beszaladt a veteményes kertbe, és három nagy fej káposztát hozott. A vándor megtisztította, és beleszelte a párolgó levesbe. A víz csak egyre fort. A leves már majdnem elkészült, mikor a vendég váratlanul ismét megszólalt. Ha még egy falat kolbásszal is megörvendeztetnének, akkor igazán fölséges lenne a leves. Hárman is hoztak neki egy-egy darab kolbászt, sőt volt, aki egy jókora kenyeret is hozott. A legény bedobta a kolbász darabokat a vízbe, és csak hamar elkészült a leves. Akkor levette a tűzről, tarisznyájából kanalat horgázott elő, leült és jó ízűen falatozni kezdett. Közben nagyokat harapott a kenyérből olyan jó ízűen falatozott, hogy csak hamar kiürült a fazék, csak a kő maradt az alján. A falubeliek, akik szájtátva álltak körülötte, szinte egyszerre kérdezték. Hát a kővel mi lesz? A kővel? Azt megmosom és elteszem máskorra, amikor újból olyan helyre érkezem, ahol semmivel sem kínálják meg a fáradt szegény vándort.